Műanyag autók száguldoznak a szőnyegen. Gyerek vagyok még. Nincs semmi szőrzetem. Gyerek vagyok még. Vízfejű Big Fit. A lábom még kurta. Úgyhogy nem megy a bukfenc. Gyerek vagyok még. A felnőttek meg magasok. A nők azok hölgyek, a férfiak meg basasok. Én meg még gyerek. Cselevész kölök. Bicepszem alól még nem nőtt ki könyök. Nos. Na, hát ez volt a koncert első dala. Azért van ez az elején, hogy ti hamarjában ide tudjatok jönni, mert itt érdekel. Aki mondott valamit. Megint visszatapsoltatok, tehát maradunk. Nézd, ez egy ilyen táj, a bűzire szinte fáj. Helyre kormán vízes és micsoda isteni köpleráj. Zöld ez az indomány, s marad ragadosás. Állj, ilyen kongi is a tisztát, hartos az akmosátás. Kundázunk legyen bölgyön, kény a kézben. Pászorán gyűlsz a pennát. Elvitt egy folyó sodra, gyorsan elnyel. Yeah.
ott mi szíve szinte fáj. Egy a kormány vízesi, és micsoda isteni kumlerehány. Zöld ez az ingovás, marad zöldön a sás. Állam ilyen kumkűz, a tisztát, hordos az apotás. Utánunk legyen mögöm, interjút csinálni, de nem értem, hogy mit akar a költő azzal mondani, hogy egy kecskének a bele olyan szép. Margit, maradj csöndbe! Engem valaki lemargitozott. Pedig Sándor vagyok. Mi lehet? Szép. Ez valószínűleg a gitár nevű hangszer. De hogy te mit csinálsz vele? Sius, így következzék egy olyan dal, ami most következik. Thank you.
know how to go. Vissza Angliába. Miért vissza? Emlékeztek-e a Beatles zenekarra? 60-as évek. Na most tőlük nem játszunk dalt. Ezért most szeretnék róluk beszélni. Brian Epstein, amikor 1963. júliusában az Overstreet-en sétált, valaki kezdje el a dalt. Tehát ez nem Beatles, hanem a Rettner zenekarnak egy dala. Thank you.
vár a testépítő szalon. Yes! Csak indulj el a szagon, vár a testépítő szalon. Csak indulj el a szagon, vár a testépítő szalon. Csak indulj el a szagon, vár a testépítés a szalomban. Csak indulj rajtam a szagomban, a biceps az egyre nő. Igazán nagy menő, vár a testépítő szalon. Yes. Csak indulj el a szalon, abra kadabra. Vár a testépítő szalon. Ti, ha nem nagy itt a muszkli, felhiszed ugye, hogy én vagyok Bruce Lee. Vagy Chuck Norris vagy a fehér ninja. És érzem, ha hagytál Adit Csinszka. Vár a testépítő szalon. Csak indulj el a szalon. Mónika Vittit mondta. Ebbe a dal, hogy kerül bele? Mindegy felkérésre megírtuk ennek a dalnak a norvég változatát, és most ezt következik. Egy komplet műsor lenne alapozni erre a ritmusnak. Kiabáltatok, mert neki az a neve, hogy Fruzsina. Azért kiabáljátok azt, hogy Fruzsina, mert hogyha neki azt kiabálnátok, hogy Zsolt, esetleg félreérteni, és azt hinné, hogy nekem kiabáltok, tehát teljesen logikus, hogy neki unalmas. A karácsony még elmúlt, tudod, manipulás jól belém rúgod, nem volt ez másképpen esem, a télapot elősítettem. Lakói emészti már a ház, a vezeték macska bőcsőzás. A falakon letépett poszterek, szuhannak a máter poszterek. Ha neked ez kell, szerethetlek szerelemmel. Ha pedig nem, megmaradt pusztának a szívem. Szeretek élni.
űrhajón érkezem, a fénycsillagató lesz égetem. Hangszállom szélben megrezeg, éjjel ez a fejtel, a szervezet. Lakói elnézti már a ház, a vezeték van a bölcsőt ház. A falakon letét a koszterek, zuhanak a páter hozzák. Mondani, hogyha semmi szakmán sem jut az eszembe. Most visszatapsoltok. Köszönjük, visszajöttünk. Mondja, tőlem téged szöntek, ugrottam bárcsak.
Az egész így látvány, minden hátrány, elidőzöm tekintetni. Ha a szemem menni, Péter, mióta heavy metal, nem az metal, mióta heavy metal zenekarokban gitározik, mindig ezt csinálja koncerten, addig
ne essetek pánikba, Seres nélküli műsorunkból, amiből már megvan 50 perc. Már nem most lassú. Szerelmes. Igen. Olyan nehéz a vasszal. Igen. Az állatkert régen eltűnt, de mi még énekeltünk. A zsiráfa legszebb gyönyörű szép, annyira tetszett, ahogy a szemembe néz. Beleszerettem, azt hiszem ennyire még. Péternek kéne. És én a Péter mikrofonjába csinálom, és akkor nem látszik, hogy én nem tudom. Ja. Valami okay. Farmer reklám. Max volt. Ki vagy rúgva? Jó vagy. Eddig jó. One, two, one, two, three, four. Pumukli. Lévis pumukli, li-li-li pumukli, Remcsle pumukli, li-li-li pumukli, Kazucsi pumukli, li-li-li pumukli, Pop 84, yeah, yes, ki, pumukli, pumukli. Az sajnos a Seresnek a dala, és fenntart minden jobb díjat. Több ezret kell fizetnünk, több billiót kell neki fizetnünk, hogyha előadjuk ezt a dalt. Koncert. Egy 10 című filmben láttam. A Showgirlsben, igen, egy nő csinálta. Ja. Ez elmarad, azt hiszem, mert hogy abban a filmben szőke volt a nő, és most erre nincs időnk el. Sajnálom, mi ragaszkodunk az eredetihez, tehát csak ezért marad el a dolog. Egyébként meg lett volna. És mit csinált? Olyan műveletlen volt. Péter, sikerült megúsznunk ezt a káoszt, amit megint csináltál. Akkor bőve, baba. Hozzajátok be!
És most mindenki kedvence, Ernő következik. Milyen marhaság itt, hogy mindenki kedvence, nem? Több bizalomra utal. Olyan szívtévés. Az a baj, hogy nem esek, kicsit drasztikusabb házol meg. Azt hiszem, hogy kedvesebb lesz, ha átírom az egészen. Itt az új változat, de nincsen áldozat, nevem se kedvő nem halt meg. Ja, kérlek is történt. Thank you.
Hogy a Marci ezt így csinálja a billentyűn, de nem ő az ujjaival így végigjátsza, amikor így lefelhúzogatja. Elhiszitek? Igen, azt én is megfigyeltem, hogy megbotlott az ujjad Marci a fisztnél. Ott, igen. Máskor jobban figyeljél, mert kirúgunk téged is. Ja, a fekete miatt lehet, azok hangosan van. Peti, problémás vagy? Jaj, ehhez hátra megyek. Mert van egy koreográfusunk, és azt mondta, hogy ezt hátulról kezdjem. Hát igen, mert izgulok nagyon. Vigyázzat jövök, vigyázzat megyek, ha nincsen akna zár. Vigyázzat jövök, vigyázzat megyek, ez lerímel a balkazár. Hogy csak
gyönyörű vagyok, megakadt nagy vízfejem. Szép vagyok, tudom, mondom, én önoltam, magamra is jelent. Hányok, nem hívják!